Ilyen nappal program egy civil kezdeményezés, amely 11. alkalommal kerül immár megrendezésre Magyarországon. 3 napon keresztül országszerte nagyon komoly szám, összesen 680 intézményben fogják várni, invitálni a kultúrára szomjúhozókat és éhezőket. A Kultúrházak éjjel-nappal program szervezői mintegy 2000 rendezvény alkalmával vonják be a mindennapos alkotó gondolkodásba a kultúra tájhája melege köré gyűjtve kicsiket és nagyokat. Fogjuk meg, ragadjuk meg a lehetőséget, hogy találkozunk mi is mindennapi hagyományainkkal itt, a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatában. Egészen kicsi gyerekkoromtól hegedültem és zongoráztam, ezért nagyon gyakori vendége voltam a különböző kultúrházi eseményeknek, rendezvényeknek, és hát hogyha különböző előadó művészek érkeztek a városba, akkor is édesanyám mindig kézen fogott és elvitt, és nagy színészeket, művészeket és énekeseket láthattam élőben, és hallhattam gyermekkoromtól kezdve. És aztán későbbiekben, mint fellépő diák, művészjelölt, hallgató, nagyon sok alkalommal vállaltam fellépéseket az ilyen közösségekben. És más tevékenységi köreimben is, például az irodalomhoz való hozzáállásomban is nagyon sokat jelentett, hogy iskolán kívüli tevékenységek körében irodalmi önképzőköri tagságot is vállaltam, és ezáltal olyan inspirációkat nyertem egy-egy alkotói pálya feldolgozásában, megközelítésében, amit egy normális 45 perces órakeretben a diákok nem kaphatnak meg. Ezért azt hiszem, hogy a kultúrházaknak, a művelési házaknak kiemelt szerep jut az értékes kultúra közvetítésében, és noha az elmúlt 10-15 évben, 20 évben, mintha kiürültek volna ezek a közösségi terek, mára az elmúlt 5-6 esztendőben a polgári kormányzás időszakában nagyon nagy programokat indítottunk, és nagy pályázati hátteret biztosítunk arra, hogy ezek a közösségi terek megújultak, és örömmel látható, hogy a közösségi élet is felfejlődött, és mára már egyre több és több ember vesz részt az ilyen jellegű programokon is, mint a Kultúrházak éjjel-nappal 3 napos országos rendezvénysorozata. Fantasztikus színpadi munkák. Éppen ezért ezek a helyek lehetnek azok, ahol találkozhatunk a közönséggel, és ezúton is kérem a közönséget, hogy érdeklődjön. Kínálat egészen biztosan van a részünkről, keresletre is szükség van, és persze ezek lehetnek a közös platformok, a kultúrházak, ahol mindezt átadhatjuk. Mindig nehezen definiáljuk ezeket a kérdéseket, hogy ország, haza, nemzet, hogy ez mit jelent. Jelen pillanatban most önök itt 150-en a hazám. Délután a hazám lesz az a néhány tanítványom, akivel dolgozom, hála Istennek, és este a színész kollégáim lesznek a hazám. És egy békés időben ez a legjobb méret, ez átlátható. Mi most átláthatóak vagyunk egymás számára. A kultúrházakban átlátható a szomszéd, a másiknak a gyereke, a másik városrészben lakó, és így szépen épület egymás a dolog, és aztán ez egy laza kohézióval egyszer csak hitelesen elő tud adni valamit, egy himnuszt, egy közös életérzést, és akkor hirtelen helyére kerülnek a fogalmak, és jól érezhetjük magunkat a bőrünkbe.